Képzeljétek, hívott az Eszterházi Mátyás, és felajánlotta, hogy hamarosan készíthetek egy interjút a Szoboszlai Dominikkel, és tudom is, hogy mit fogok kérdezni, ugye közeleg a húsvét, és meg fogom kérdezni, hogy milyen locsoló verseket tud, és meglocsolja Frau Kloppot. Nem hívott sajnos Eszterházi Mátyás, és nem tudok Szoboszlai Dominikkal interjút készíteni, de volt, aki nem, ennél szerencsésebb volt, és hát kérdezhetett tőle, és hát ugye van egy sztori, hogy ugye volt egy kisrác, aki levélben meghívott téged az iskolai farsangra, nyilván nem tudtál elmenni, de beöltöztél volna, ugye ez a kérdés hangzott el, és hát egy pici habozás után Szoboszlai gyakorlatilag rövid zárta az interjút, hát ezt inkább nem kommentálom, és továbbállt. Nem tudom, hogy nálatok ez az interjú milyen fogadtatása volt, és a nézőink is írják meg, illetve arra is kíváncsi lennék, mert beszélgettem a Bíró Dáviddal, hogy ő azt vetette fel, hogy egy nemzetközi szintű játékos szerintetek mikor kap nemzetközi szintű kérdést mondjuk hazánkból? Hajrá, Iván! Kihúztam magamat gyorsan. Szóval, hogy nekem az az érzésem ezzel kapcsolatosan, hogy hogy az amerikai mondja, hogy time and place, hogy van ennek ideje és helye. És itt most ezt éreztem, hogy egyébként, hogy mondjam, én megértem azt a részét a médiának, hogy megpróbálja az olyan vetületeire is felhívni a figyelmet egy-egy játékosnak, főleg, hogy ilyen nemzetközi szuperszárunk van, amit máskor úgymond nem nagyon lehet. Ugye egyébként ezt egy kis média, magyar média történeti szálon vezetve azért ne feledkezzünk meg, hogy ez vannak olyan emberek, mint Hajdú Péter, aki csupán csak ilyen kérdéseket tett fel az utóbbi 20 évben például, és nagyon sikeressé vált. Tehát, hogy ne higgyük azt, hogy ennek nincsen befogadó közönsége. Tehát én ezt alapvetően kijelenteném, hogy maga a kérdés az azért jogos, nem azért, mert jó kérdés, hanem azért jogos, mert tényleg van olyan közönsége Magyarországon, egyébként az Egyesült Államokban is, meg bárhol a világon, amelyik csak és kizárólag ezeket a, hogy szokták mondani, faék egyszerűségű bulvár kérdéseket szereti, és szeretné fogyasztani. Tehát ezért én értem a motivációt a kérdésnek, csak ugye nem egy mérkőzés előtt, után, közben kellene ezeket a kérdéseket feltenni, hanem amikor Szoboszlai Dominiknak elmondják a marketingesei, hogy mit tudom én, 20 000-rel fel kéne növeszteni az Instagram profilodat, és akkor menjél el, légy szíves a Hajdú Péterhez a beszélgetősóra. Ha Szoboszlai Dominik ezt szeretné csinálni. Na de egy sporteseményen ilyen kérdést nem teszünk fel, mert egész egyszerűen nem ott van a helye, meg az ideje. Ez az egyik. A másik pedig, amit szeretnék hozzáfűzni, hogy én elgondolkoztam ezen, és ez most már nem Szoboszlai Dominikról szól, hanem a magyar futball egészéről, hogy mikor lesz az, hogy egy magyar edző, NB1-es edző, az normális válaszokat, mondjuk ilyen olyan szintű válaszokat ad, mint amilyet mondjuk, és tudom, értem, Pep Guardiola, stb. De nem csak egy Pep Guardiola, bármelyik Bundesliga edző egy mérkőzés után. Akár érzelmeset, hogy arról, hogy milyen érzelmei voltak a találkozó alatt, hogy a közönség, a játékosok, illetve az események hogyan befolyásolták a saját érzelmeit, illetve, hogy tényleg stratégiába és taktikába belemenve, hogyan lehetne, vagy éppen az ellenfélről, mert ugye Guardiola abba szokott nagyon jó lenni, tudom, emberek kinevetik, hogy mindig nagyon felhúzza, nagyon gaslightingolja, hogy az amerikai mondja, hogy nagyon, nagyon úgy tesz, mintha az ellenfél tényleg mindig a világbajnoki címvédő ellen játszana a Manchester City, de hogy nagyon részletesen és nagyon tudatosan jó információt tud megosztani a saját csapatáról, taktikailag, stratégiailag és az ellenfélről. Mikor lesz ilyen? Mert a kérdésre adott válasz az nagyban függ attól, hogy milyen fajta kérdést kapunk, és ezt láthatjuk ebben a példában is. Egyébként Rudi, ugye ha már itt a farsangról kezdtük, tök aranyosan válaszolt már egy farsanggal kapcsolatos kérdésre, amikor ugye azt firtatta a riporter, hogy tulajdonképpen azért ez egy nagy dolog, és nyilván ez tényleg nagy dolog, hogy a gyerekek most már nem Messinek, Ronaldónak öltöznek, hanem Szoboszlainak. Egyébként nyilván ennek örül, erre is nehéz egyébként válaszolni, hogyha mondjuk a helyébe képzeled magad. De utána, hogy még így tovább ment, mit szóltál hozzá, hogy érezted magad? Mert ugye te is voltál játékos, válogatott labdarúgó voltál, tehát akár bele tudod képzelni magad Dominik helyébe, ha kapsz egy ilyen kérdést. Valószínűleg hasonló a reakció, megköszönöm a kérdést és továbbállok. Nyilván volt nekem is pár olyan újságíró az életemben, aki
nem a megfelelő kérdéseket tette föl, vagy egyáltalán kérdéseket sem tudott feltenni, különben van még ma is praktizáló újságíró, aki annak idején velem interjút készített, és nekem kellett a kérdéseket is feltenni ahhoz, hogy összejöjjön maga az interjú. Viszont Iván mondandójába azért szállnék bele egy kicsit, mert ugye itt a magyar emberek tartalomfogyasztási szokásairól és a színvonalról ejtett pár szót. Én azért nyilvánvalóan Győzike sóra is sokan kíváncsiak, de ettől függetlenül nem ez az átlag, és nyilván ez egy olyan esemény, egy olyan helyszín, egy olyan volumenű történet, ahol ennek semmi keresni valója nincsen. És ugyanakkor én azt el tudom fogadni, hiszen ezt tanítják különben különböző média iskolákban újságíróknak, hogy mindig az első kérdés az legyen valami olyan csatorna, amire nem számít, ugye, mert akkor mész a mixzónába, egymás után állnak az újságírók, és mindenki ugyanazt kérdez, és el kell mondod, hogy 8-szor ugyanazt a választ, ugyanarra a kérdésre, és hogy amikor egyszer jön valaki, aki tud kérdezni egy frappánsat, akkor nyilvánvaló, hogy na végre valaki, akivel tudok egy kicsit beszélgetni. Viszont ez nem volt frappáns, ez picit cinkes volt, és nálam ugyanaz a kategória, amikor Klopp már mondja a bemutatkozásnál, hogy honnan jöttél, hát magyar újságíró, igen, Szoboszlai nagyon jó játékos, következő kérdés. Szóval, hogy egyszerűen mikor jutunk el odáig, hogy a megfelelő emberek kerülnek a megfelelő helyre, és meg fogják tudni fogalmazni azokat a gondolatokat, amelyek többé teszik magát a játékost is, és nem ismételgetik ugyanazt 48-szor. Gondolom titeket is meglepett, hogy a Ferencvárosi Tornaklub kitette a közösségi média oldalára a tabellát, hiszen vezetik, ugye, tehát jól indulhat a hét a zöld-fehér szurkolók számára, mert hogy átvették a másik zöld-fehér csapattól, a Pakstól a vezetést, 51 pont, 23 mérkőzés után, és a Paksnak pedig 50, 24 mérkőzés után. Erre gondolom Rudi azt mondja csak, hogy helyreállt a virág rendje, de... De miért eddig nem volt kint a tabella? Nem, ezt nem tudom, hogy minden hétfőn kitették-e. Ezt, szerintem nem tették ki. Utána. Nem. De most biztos vagyok benne, hogyha így marad, akkor mindig kiteszik majd minden forduló után. Úgy. Ránézni. De mi kellett ehhez? Hát ugye az kellett ehhez, hogy a Videotont le tudták győzni, és hát Iván egy nagyon merész gondolatot fogalmazott meg. Azt mondta, képzeld Rudi, hogy ha Varga Barna a másik csapatban van, akkor 2-0 oda. Mit szólsz ez? Hát azért ebben 100%-osan nem vagyok biztos, de jobb lett volna nyilvánvalóan a Fehérvár helyzet kihasználása, az tény és való, bár hozzáteszem, hogy azért olyan hatalmas helyzetei nem voltak azért nekik. Talán Stefanelli-nek volt egy oldalról beérkező labda, amit nem talált el, és mondjuk Varga Barna ilyeneket azért kihasznált volna, inkább távolabbi próbálkozásaik voltak. És nekem egy picit ilyen déjà vu érzésem volt különben, és a Fraditól ezt már megszokhattuk a hazai rangadókon, picit az Újpest meccs jött elő, hogy hát oké, kezdjük el a mérkőzést, gyertek egy picit, támadjatok egy picit, jöhetnek a távoli lövések, és aztán majd, amikor hibázgattok egy-kettőt, majd akkor mi is nekibeselkedünk. És tulajdonképpen ez is történt, ugye az első 20 percben csak távoli kísérletek voltak. Utána volt talán még, erre mondhatta Iván, a 22. perc környékén volt Csongbainak egy szabadrugása hosszúra, amit ott Stefanelli nem talált el fejjel, és ott esetleg egy érkezés azért segített volna, hogyha Varga Barna játszik a másik oldalon. Viszont annyira látszott szerintem ezen a mérkőzésen és a két csapat közötti különbség, és nem is szeretném hosszúra húzni. Megnéztem, és talán ez az, ami a legjobban visszaadja azt, hogy ennek a csapatnak, két csapatnak milyen lehetőségei vannak. Ugye a Fradinál hármas csere volt a 79. percben, bejött egy olyan játékos, akit idén vettek 1,5 millióért, bejött egy magyar válogatott játékos, és bejött egy olyan játékos, akit most élen vettek 1,2 millió euróért. A másik oldalon ugye a 60. percben volt először a hármas csere, meg a mérkőzés végén. Nem volt olyan játékos az öt pályára lépő között, aki idősebb lenne 20 évesnél. Szóval miről beszélünk, és ha ehhez még hozzáveszünk azt is, hogy kik azok, akik a padon ültek a Fradinál, és nem léptek pályára, akkor azt kell mondani, hogy azok közül, most gyorsan összeszámoltam, még odaveszem a kapusukat is, Vargát,
bármelyik hét ugye kezdő lett volna a másik oldalon, vagy átraktuk volna őket a másik oldalra, akkor inkább úgy mondom, mind a hét játékos kezdő lenne. Hát én Ramirez-től kezdve, Kodrón át, be sem álltak ezek a játékosok, Anebán keresztül, Abenán, szóval hihetetlen kerete van a Fradinak, és persze jó dolog, visszavette a Fradi az első helyet, de hagyj zárjam Iván kedven szavával ezt a monológot is, de ez a realitás. Iván, ez a Varga Barna másik csapatban van gondolat? Hát ez egyébként kicsit kontextusba helyezném majd mindjárt, de kezdjük akkor Vargával. Hát konkrétan arról van szó, hogy én szerintem az én életemben ilyen fejelő technikával rendelkező magyar csatát biztosan nem láttam, de hogy ilyen nemzetközi szintre is szerintem majd erről beszélünk. Mert hiányoznak mellőle a védők, akik ugyanígy tudtak fejelni. Mondjuk jó, tehát ez is majd egy érdekes lesz, ez is egy érdekes kérdés ebben, ugye ez nyilvánvalóan, ez egy ilyen reflexből adott válasz, hogy nyilván sokkal egyszerűbb így ilyen védők mellett fejelni, és ez valószínű, nem valószínű, biztosan igaz is, de ettől függetlenül Varga Barna, ez tényleg olyan meghatározó játékos nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar bajnokságnak is, és ezért mondom, hogy 2-0 lenne oda, mert ugye mutatta Varga Barna, hogy Pakson is meg tudja ugyanezt csinálni, meg Gyirmóton is meg tudta ugyanezt csinálni, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes része a jelenlegi NB1-nek, ez a Varga Barna jelenség. Attól tartok, hogyha az első példához, vagy az első témához kapcsolódva, hogy mi mindent túltolunk egy kicsit, most nehogy az legyen, hogy azt hiszük, hogy minden ilyen féltehetség, az hát csak rossz helyen volt, meg nem úgy tűnt, és egyébként, hogyha jó kezekbe lett volna, magam előtt látom az a sok magamfajta játékos, aki soha nem volt NB1-es labdarúgó, mondja, hogy hát igen, mert ha nem lett volna az a sérülés, na most csak azért, mert a Varga Barna befutott, azért ne higgyük azt, hogy még vannak rengeteg Varga Barnák. Tény is való, hogy a magyar közeg Varga Barnából az utóbbi 4-5 évben kihozta azt, hogy válogatott labdarúgó lett belőle, de azért kételkedve állok azért, hogy többen is lennének ebben a kategóriában. De ha már így kérdezed a tabellát, azért én utána néztem, mert szeretek utána nézni, ennek ez a kedvencem. Tudom, mindig mondják, hogy nem egy-egy meccsről nem szabad így nagy dolgokat levonni, de így hosszabb távon azért mégiscsak az expected points, az a várható pontszám az egy jó metrika, úgymond. És hát megnéztem, a Ferencvárosnak van jelenleg 51 pontja, és 48 pontja kellene, hogy legyen ez alapján a módszer alapján. Na most a Paksnak 50 pontja van, és 38 pontja kellene, hogy legyen, 39. A Vidinek 39 pontja van, és 31 pontjának kellene lennie. A Puskás az az egyedüli, amelyik azt mondom, hogy odaérhetne a második helyre ez alapján, mert 35 pontja és 40 pontjának kellene lennie. De hogy ha már realitás, akkor a Fradi az nem egy ponttal, meg egyel kevesebb lejátszott meccsen jobb a bajnokságban a többi csapatnál, hanem legalább 10 ponttal. És ez gyakorlatilag minden statisztikai adat mutatja, tehát ez azt jelenti, hogyha valaki... De ez nem is volt kérdés, szerintem. Nem, hát, csak azért mégiscsak volt ez a felhang, hogy Paks így, Paks úgy. Ez a reménykedés, ez az, inkább, és végre itt egy csapat, amely felveszi a versenyt. Pontosan erről van szó, csak azt akartam ezzel mondani, hogyha valaki tényleg ránéz, és tényleg kicsit hisz a számokban, nem kell itt 10 pontokról, meg kifejezetten direktbe azt mondani, hogy 10 ponttal jobb a Ferencváros, mint ahogy én mondtam, és akkor elhinni, hogy már pedig 10 pont. Nem, az lehet 5-6-7 pont is, lehet 4, de hogy nem egy, meg nem ilyen, ez ilyen közeli verseny, az 100%, és ezt a számok nagyszerűen mutatják nekünk. Képzeld, Iván, ha ezt most a Liverpool szurkolóknak próbálnád megmagyarázni, akik ugyancsak 10 ponttal az expected pont alapján többet gyűjtöttek eddig, akkor ők mit mondanak? Az is jelzésértékű. Az is jelzésértékű. Igen, de az is jelzésértékű, hogy tudod, a végén, ennek ugye az a lényege, hogy a végén ez kiegyenesedik. Tehát a Paksnál, amikor mondják, hogy igen, elfáradt a Paks, meg mit tudom én, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van a futballban szerencsefaktor, van a futballban hát ez az érzelmi világ, ez a hype faktor, hogy nagyon jól szereplünk 5 meccsen keresztül, akkor a 6. szerencsénk van és nyerünk, csak utána, amikor nem ennyire, amikor ez kiég ez a része a sztorinak, akkor az a felfelé menetel, az elkezd lefelé is menni, és a végén az egy egyenes vonal lesz, és pontosan oda fogsz kerülni, ahova való vagy. És ez a szépsége ennek az expected points táblázatnak, hogy hosszú távon igenis megmutatja a valóságot, és én nekem az az érzésem, hogy akkor gratulálunk a Kisvárdának és a Mezőkövesnek.
Pontosan. Pontosan. Általában egyébként egy kis kiütétel. Úgy nyilván ez alapján, a pontozás alapján, ahol kell, tehát az a sereghajtók így is, hogyha esetleg ezt persze, hát csak tudod, pont ezt akartam hozzátenni, hogy igen, sereghajtók egyértelműen, csak ugye amikor kieső jelöltekről van szó, mindig... Nem mondhatják, hogy nincs szerencsénk. Nem, azt mondhatják, de mondhatják, mert 19 pontra 20... 19 pontja van a mezőkövesnek, 24 kellene, hogy legyen, a Bárdának 20 és 23 kellene, hogy legyen, de itt ugye az a lényeg, hogy gyakorlatilag minden bajnokság utolsó helyzetjeinél ez mindenhol így van, mert hát nyilvánvalóan gyengébb játékosaid vannak, ezért kiadod a helyzeteidre, ezért nem rúgsz gólt, ezért nem maradsz bent, szóval, hogy ennek van egy logikai értelme. Ebben az összevetésben még inkább logikai értelme, hogy a Fradi úgy első, hogy annyi pontot is szerez nagyjából, amennyit kellene. Tehát ez a fontos része, és úgy második a Paks, hogy hatalmas nagy különbség van a között, hogy mennyit kellene, hogy szerezzen, meg mennyit szerzett. Szóval, hogy így kell ezt nézni, a kieső jelölteknél nem meglepő, hogy van egy ilyen négy pontos különbség az expected points meg a valós pontok között. És egyébként beszédes az is, hogy a Fehérvár meg úgy harmadik, hogy három bajnoki zsinórban gól nélkül zártak, és egyébként akkor ezek szerint, ahogy hallottam a pontokat, a szerencsével azért nem állnak hadilában. Mi az, amiben egyébként valami pozitívumot fel tudtál fedezni a Fehérvár játékát illetően, Iván? A Fehérvárral kapcsolatban én nekem azt tetszik, hogy sokkal szervezettebbek, mint eddig. Ez egy, most azt mutatja meg Zselák, amit ugye hát a magyar futball közegében azért nehézkesen, vagy nem nagyon tudtunk eddig észrevenni, meg nem is tudtuk eddig kimutatni, hogy ez így van, hogy az idő tényleg segít egy jó edzőnek. Tehát, hogy én azt tudom mondani, hogy Zselák az egy jó edző, az egy teljesen rendben lévő edző. Nem mondom, hogy kiemelkedő, nem mondom, hogy zseni, nem mondom, hogy... De azt mondom, hogy a magyar átlag fölött van, ez egy egészen egyértelmű. Egy pár dolgot kiemelnék a Fehérvárra kapcsolatban, ami nekem tetszik. Megtalálta a karakterprofilokat. Tehát például Csongva Járon, jól néz ki. Úgyhogy én a Csongvait végig kritizáltam, és mondtam is, hogy nem tetszik nekem, és a többi jobbekbe játszott. Most így, hogy három védőre váltott a Vidi, jobboldali belső védőbe, kifejezetten jól tud kinézni. Tehát, hogy az, hogy egy olyan játékos látunk, aki megállja a Vidi elvárható szintjét, teljesen rendben van. A másik. Gergényének a Barnával kelljen felugrani. Ezt akartam mondani, jó, hogy ennél a gólnál ő sem tud mit csinálni. Párharcok tekintetében nyilván vannak problémák, ezért nem jó ő se belső védőnek, se jobbeknek, hanem ebben a három védőben a jobboldali belső védőnek, tehát ezért mondom, hogy ez tetszik, és nyilván vannak hát gyengeségei, mint ahogy egy rengeteg másik NB1-es védőnek. A másik például Gergényinek az esete, aki nem fogott ki jó meccset igazából, de Gergényi például az ők, ahogy kreatívan őt használják, az is tetszik, hogy ő nem szárnyvédő, hanem így bejön ilyen belső védőbe gyakorlatilag, tehát ez tetszik. Aztán Katona fiatal magyar játékosnak a helyét megtalálta. Christensen feljavult, amióta az új szezon elkezdődött. Tehát, hogy én nekem azt tetszik, hogy van egy olyan elképzelése, egy olyan víziója szerintem, a legalábbis a stratégiát és a taktikát illetően Zseláknak, ami eddig hiányzott a Vidinél, de azért ne felejtsük el, még egyszer megismételném, 39 pontot szereztek, 31-et kellett volna. Szóval, hogy a Vidi túl teljesít jelen állapotában, majd meglátjuk, hogy fel tudja ezt tartani. Ja, és hát Serafimov, akit ugye az előző időkben elfelejtettek, és hát ő is ezért csak pénzért érkezett az Alegerszektől, jól emlékszem. Szóval őnek is megtalálta a helyét. Összességében nekem tetszik a Vidinek az útja. Még egyszer mondom, túl teljesítenek, meglátjuk, hogy fent tudják-e tartani. Nem beszéltél Sigérről, akkor beszélj róla, Rudi. Hogy tetszett ő a Ferencváros ellen, azért erről beszéltünk előzetesen is, ez egy pikáns történet számára. Abszolút, különben pont a mérkőzés elején azt néztem, hogy támadásban is mennyit hozzá tudott tenni, és harciasságának köszönhetően majdnem gólt is szerzett a Vidi. Lehet, hogy erre is célzott még Iván, ez a három, én nem mondom a hatalmas nagy helyzetnek, de lehetősége volt a Vidinek, amikor ugye Gradisár elé pattant a labda, és ott Dibusznak le kellett vetődni a hosszú sarokra elpaszolt labda felé. Szóval voltak jó dolgai, ugyanakkor volt egy labdavesztése, amiből az első gól született. Szóval érezni lehetett szerintem azért rajta, hogy szeretne ő bizonyítani, de hát ő egy kiváló játékos még magyar szinten, szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Na mindjárt elmegyünk az elemzésre is, de előtte még Varga Barna kapcsán múltkoriban érkezett egy kérdés, amit megígértem Tamásnak, hogy bedobok.
hogy játszunk el a gondolattal, és hát nyilván benne van a válogatott keretben, miért ne lenne. És mondjuk egy jó EB után, jó játék, több gól, mi lehetne a következő lépés? Földobja a kérdéseket, támadó szellemű MLS, domináns nagy török csapat, vagy Bundesliga 2? Ő ezeket az opciókat adja meg nekünk, hogy látjátok. Vagy marad az én szerintem a Bundesliga, most ez ilyen, megint ilyen érdekes lesz, szerintem a Bundesliga 2 az szerintem visszalépés egy folyamatosan Európai Ligába szereplő Ferencvároshoz képest. Lehet ezen vitatkozni, nem tudom, nem vagyok tisztában. És nem is tudnak azzal, ennyit fizetni neki. Jó, megválaszoltad. Megválaszoltad, mert pont akartam mondani, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy esetleg többet kapna a Bundesliga 2-ben, mint a Magyar NB1-ben a Ferencvárosban, de akkor megválaszoltad, ez jó. Én szerintem az MLS azért lenne jó neki, mert nézegetem az MLS-t, ugye most is megnéztem, hogy 5 meccset ebben a fordulóban. Hát Varga Barna simán megüti az MLS-nek a támadóinak a szintjét, úgyhogy az MLS ez egy olyan liga, ahol a támadókat helyezik előtérbe, tehát a salary cap-et, a fizetési sapkát, azt úgy van beállítva, hogy a védelemben, ezért látsz egy csomó gólt, ez egyébként egy ilyen marketing fogás, hogy mivel nincsen kiesés, ezért a csapatok előre teszik a pénzt, és hátra pedig kiveszik a pénzt. Tehát ezért gyenge védők ellen nagyon jó támadók játszanak, de még így is Varga Barna megállja a helyét, vagy megállná a helyét. Emlékezhetünk, hogy például Boli is a Portlandhez igazolt, és Boli nem volt Varga szintű csatár, és hát ő is, nem tudom, nem hosszabbítottak vele szerződést, majd utána kell nézek, hogy hova ment, de hogy ő is, amikor néztem a meccseken, ő is teljesen rendben volt teljesítmény tekintve. Az más kérdés, hogy mondjuk egy Sporting Kansas City, hogy a magyarokról beszéljünk, ha például a Sporting Kansas City-hez menne, ott az egyik legjobb, egy pár évvel ezelőtt igaz, az egyik legjobb mexikói liga csatára, Alan Pulido volt, vagy jelenleg is jó a csatár, aki egy teljesen más stílust képvisel, mint Varga Barna, egy ilyen technikás játékos, de például oda a Sporting Kansas City-ben simán el tudnám képzelni Varga Barnát. Én adnék neki esélyt azért egy olyan csapatba szívem szerint, ahol valóban arról szól a csapatnak a taktikája és játéka, hogy ráerőltetjük az ellenfelünkre az akaratunkat, sok labdatartás, rengeteg oldalról beérkező labda, és kiszolgálják megállás nélkül. Erre talán a legjobb lehetősége valószínűleg Hollandiában lenne. És ha azt veszük alapul, ha most itt lenne Bíró Dávid, akkor egyből bedobná, de hát egy José Lu is tud a Real Madridba játszani. Nyilván ez picit erősebb megfogalmazási megközelítés, de mondjuk egy PSV-be is, amit De Jong játszik, ahogy érkezik és kihasználja a helyzeteket, vagy akár egy Ajaxnál, amelynek ugye gyengébb szezonja van idén, vagy a fiatalosabb Feyenoordnál. Szóval simán lehetne olyan csapatot találni szerintem, ahol pláne Hollandiában, ahol Varga Barna ugyanúgy megrugdosná 20-30 gólját, de én akkor sem lennék elkeseredve, hogyha a Fenerbahçe-ba köt neki. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, a nézőink hol látják őt, vagy hol látnák őt a legszívesebben. Van egy olyan sandalgyanom, hogy a Ferencvárosban maradjon, erről fog jönni a legtöbb komment. De most akkor térjünk rá a mérkőzésre, mindjárt jön az elemzés, de volt a mérkőzés előtt egy olyan pillanat, amikor én egy kicsit így elmosolyodtam itthon, amikor is megláttam, hogy Stankovic maga mellé kapta a negyedik játékvezetőnek Karakót, azért ezek mindig ilyen izgalmas újabb randevúk, tudjuk ugye az előzményét a kupán, ugye összekülönböztek és el is tiltották ezt követően Dejan Stankovicot. Mit mondott Deki? Mind a ketten profik vagyunk, egy kiváló tapasztalt játékvezetőről beszélhetünk, és már elnézést is kértem tőle a meccs előtt is, meccs után is, ezért a jelenetért, ami abszolút nem volt személyes, igazából a személyiségemhez tartozik hozzá, hogy érzelmes módon együtt élek a játékkal, és gondolom, hogy ma a játékvezetés abszolút nemzetközi szintű volt. Hát mennyire egy minden hája megkentem. Ja, gógy is, gógy is. És amúgy erre utaltam. Ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy együtt a játékot. Most lehet szeretni, hogy hiányoznak, nem? Tehát ezek hiányoznak abból a magyar foci közbeszédből. Nem? Abszolút. Persze. Mondjad, Rudi, nyugodtan. Nem, ennyit akartam mondani, hogy abszolút. Hát nyilván ezekről tudunk beszélni, ez kell a népnek, és azt szerintem mi is tapasztaltuk meg a kedves kis követőink is, hogy milyen szóbeszédet kavart, akár csak kommentben, írásban is ez a múltkori adás, és főleg Stankovics büntetésével kapcsolatos fejezet. Úgyhogy ez foglalkoztatja az embereket, és igen, ez jó, kell a show amellé, amit a pályán látunk. Nekem ezzel semmi problémám nincs.
Már lehet, hogy a játékvezetők is megbocsátóbbak, ha egy ilyen kaliberű volt játékos. De ott már nagyon nagy probléma kell, hogy legyen, hogyha a Karakót le jó játékvezetőzi. Igen, én is azt akartam, hogy egy kicsit túlzásba esett. Egy kicsit túlzásba esett. Nem, csak azt akarom mondani, hogy mondjuk ehhez nyilván az is kell, hogy ő neki lehet, hogy többet eltűr akár Karakó is, vagy bárki. És mondjuk, ha ugyanezt mondjuk a Horváth Dávid, nem nézem ki belőle soha, hogy ilyet csinál az MTK vezetőedzője, mondjuk Márton Gáborból igen. Tehát a Márton Gábornál már nem biztos, hogy ez a reakció sem a Márton részéről, sem a játékvezető részéről egy after. De nem, a Márton Gábornak nem ez a stílusa. A Márton Gábor azt kiröhögné. Tehát az konkrétan így ránézni, és így röhögne rajta. Tehát ő a teljesen más stílusa. Dejan Stankovics az egy agresszív vadállat gyakorlatilag, tehát a pályán is ilyen volt, a nagyon elegánsból agresszív vadállattá válik. Tehát, hogy a jó értelemben különben, mert én egyébként nekem ezek tetszenek, ezek a karakterek, már múltkor is mondtam, de hogy a Márton Gábor az inkább ilyen cinikus, szerintem cinikus humorral, ilyen fél humorral vette volna le a lábára a Karakót, de én egyiket sem ismerem, de hogy a Dejan Stankovics mennyire okos, ez jól mutatja, hogy azért tudja nagyon jó, hogy itt még egy pár Karakó meccset át kell vészelnie mindenféle szabálytalanság nélkül, úgyhogy azt mondta, jó döntés volt. Hogyne. Na, és akkor most menjünk rá az Ábrá Idra, de ez most nem Iván elemez, hanem Iván és Rudi elemez rovat lesz. Igen. Igen, majd a végén Rudi bekapcsolódik a legutóbbi két gól kapcsán, de én kivettem a fejjel szerzett góljait Varga Barnabásnak, szerintem júniustól kezdve, és talán egyet hagytam ki, ott volt egy gól, ami szerintem Debrecen ennek, ha jól emlékszem, volt egy ilyen felperdülő labda, és ez nem az a szituáció volt, amit szerettem volna kivágni, ezért nem illett bele a sorrendbe. Itt az első, az még a magyar válogatott mezében született az egyes képen, ugye Litvánia ellen az egyenlítő gól előtti szituációt láthatjuk, és azt akartam kiemelni, és ez majd később is fogom elemezni, hogy miért ennyire effektív, miért ennyire hatékony Varga Barnabás, és én azt vettem észre, hogy azért, mert az ellenfeléhez képest mozgásban van, tehát láthatjuk most is, hogy szépen segítsetek ki magyarul, de ezt úgy szokta, tehát két lábbal áll a földön a védő, tehát hogy amíg a sarka is lent van, tehát nem mozgásban van, nem atletikus állásban van, hogy készen álljon a mozgásra, miközben Varga Barna az mozgásban van, és támadja a labdát, és az ellenféltől olyan távolságra, fesztávolságra van, hogy az ellenfél nem tud beavatkozni. A következő képen, a kettes jelőképen, ez már az MTK elleni találkozón látható. Ugyanez, hogy az ellenfél lát, már csak egy képen nem tudunk ugye videót betenni, de ezen a képen is látszik, hogy reagál a belső védő, az MTK belső védője arra, hogy Varga Barna mit csinál. Magunk elé, anélkül, hogy tudnánk ezt a gólt, magunk elé képzelhetjük, amit Varga Barna így gyakorlatilag elrobog a védő mellett, és nem azért, mert sokkal gyorsabb, Johan Cruyff mondta, hogy ha hamarabb kezdek el futni, akkor gyorsabbnak tűnök. Na most ez ugyanez a szituáció, hogy Varga Barna hamarabb kezd el futni, és ez egy gyorsabbnak tűnik. Mozgásban van az ellenfélhez képest, illetve távol van tőle, nincsen fesztávolságban, nem tud beavatkozni a védő. És ez mennyire hasonlít ez a gól, nem? A mostanihoz. Pontosan. És itt a harmadik gól az, amikor túlugrott a kapust Varga Barna. Megint csak arról van szó, hogy nézzük meg, milyen távol van az ellenféltől. Ugye erre lehet azt mondani, hogy Rudi biztos meg is fogalmazza ezt a kritikát, nem akarom lelőni, hogy a védők kvalitása az nem olyan, mint amilyen mondjuk egy nemzetközi szinten lehetne. De ettől függetlenül azért mégsem véletlen, hogy Varga Barna folyamatosan újra tudja produkálni ugyanazt a szituációt, hogy két lábbal a földön áll a védő, miközben ő sprintelve vagy mozogva próbál helyet csinálni magának, megint fesztávolságon kívül nagyon, nagyon jól helyezkedett. Aztán a debreceni találkozó gólja, amikor viszont hát itt azért a debreceni védelemre azért tudnék egy-két szót mondani, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire üresen hagyták, de megint arról van szó, hogy nem csak hogy mozgásban van, és az ellenfél teli talppal áll a földön, hanem arról van szó, hogy a látószögén kívül is van az ellenfelének. Tehát az ellenfele nem láthatja, hogy hol van, hanem mögötte helyezkedik úgy olyan sávban, hogy éppen ne lehessen tudni, hogy ő éppen hol van és mit csinál, ezáltal megint egy ilyen dinamikus előnyt tud magának kiharcolni. És akkor most rátérünk az ötös számú képre, ami a Vidi elleni egyik gólját mutatja. Itt egy érdekes jelenet van, mert itt kizárja az ellenfelet, ezáltal a látószögén kívül helyezkedik az előtte lévő védőnek, és mivel kizárja, a mögötte lévő védőnek pedig nem engedi, hogy hozzáférjen. És hát ez is megint az, hogy olyan
pozícióban várja a labdát, és olyan pozícióban tud elővételezni, Szabinak a kedvenc szava anticipálni, hogy mi lesz a következő momentumban, ami neki előnyös, és a védőknek pedig hátrányos. Igen, és annyit szerettem volna mondani és hozzátenni, hogy tulajdonképpen itt Iván minden egyes képnél arról beszélt, hogy Varga Barnának eszméletlen jó a reakció ideje. És sokkal előbb lát meg területeket, réseket, ahova futni és érkezni kell, és erre mi lehet egy védőreakciója? Ugye a védőreakciója az lehet, hogy vagy szorosan rajta vagyok, és akkor birkózok vele, és akkor annak megvan az a, abban megvan az a veszély, hogy mivel gyorsabban lát meg dolgokat, gyorsabban reagál, ő egyből elindul, ahogy Iván is minden egyes képnél itt mutatta, és akkor már is egy 2-3 méterrel hátrébb van. Vagy használhatja azt a megoldást a védő, hogy akkor tartok egy minimális távolságot, próbálom a labdát is lesni, de így meg benne van az a veszélye, hogy Varga Barnát ugye senki nem akadályozza meg abba, hogy lendületből érkezzen, magasabbra ugorjon, és pont az üres területeket minden akadályoztatás nélkül befussa. És ugye ehhez a gólhoz például itt a második góljához, a Fehérvár ellen, azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye ezen a képen már nem látszik, de ennek a gólnak az volt az előzménye, hogy Abu Fani háttal áll a kapunak, és cselezget kifele a 16-os sarkától nem messziről, és távolodik el a Fehérvár kapujától. És ez a különbség, és ezek az apró dolgok billentik mindig a Fradi javára tulajdonképpen ezeket a találkozókat, és erről rengeteget beszélt korábban Iván is, hogy a Fradinak minőségében sokkal jobb játékosai vannak. És Abu Fani háttal a kapunak két ember ellen olyan testcseleket, mozgásokat csinál, hogy ki tudja játszani belőle, kihozza belőle azt a szituációt, hogy maga mögé visszapasszolva a labdát, Sivicset ugye indítsa, és most már azt látjuk, amikor éppen Sivics a labdához érkezik és középre ad. És a középre adásnál pedig mindkét gólnál ez volt a probléma, hogy láthatjuk, hogy tulajdonképpen a hosszú oldalon négy védő érkezik, két támadó ellen. És mindig ez van, hogy mégis Varga Barna ér oda. Ez olyan, mint ugye a futball 90 percig tart, és mindig a németek nyernek. A beadásnál mindig 4-5 védő érkezik, de mindig Varga Barna fejjel. És ez valóban így van, pedig meg tudná oldani, ezért van benne a három középső védő. Ugye jelen esetben Spandler és Serafimov az, aki rövidre jön nekik, le kellene lesni a labdát, és Varga Barna mögött takarásban különben be se volt, aki próbál vele harcolni, de elveszíti a párharcot, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy Varga Barna beviszi a hátán, ami egy érdekes megközelítés ilyen fizikumú védőnél, ugye nem mert vele szabálytalankodni. És még egyetlen egy szó, ez már nem ez a képhez, hanem behozza az első találatot is. Ugye a Csigér labdavesztését követően azt néztem, és ugye az volt az első hiba tulajdonképpen, nagyobb hiba, amire a Fradi ráfordult, hogy Sigér hibáját követően 12 másodperc alatt gól született. És miből született gól? Ugyanazokból a képekből, amit itt Iván is visszarakott, és amit mondtam például az MTK ellen, hogy egyből beindult Marquinhos, megjátszásra került. Marquinhosnak ugye lett egy 1-1 elleni játék a Serafimovval, de hát vele szemben is ugye nagyon nagy a tisztelet, nem mernek rámenni, mert 1-1 ellen nyilván bárkit megver. Ezért megadják neki a lehetőséget, hogy a kapu elé ívelje a labdát. De amikor már kapu elé ívelik, akkor megint jön a matek, hogy ott van a több védő, de mégis Varga Barna fog fejelni. És ugye ugyanezt történt megint, hogy Csongvai hiába megy vele, két emelettel magasabbra ugrott, és tulajdonképpen amikor fejelt már Varga Barna, akkor a csípőjéig ér Csongvai. Szóval ezek azért mind olyan dolgok, amikor ráadásul pláne három belső védővel játszik egy csapat, hogy ezeket azért sokkal jobban le kellene osztani egymás között, lehetne elé, mögé helyezni embereket, de hogy nem szabadna ennyire szabadon hagyni egy másodpercre se Varga Barnát ezeknél az érkezéseknél, az is tény, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy Marquinhosnál és a többi játékosnál sem szabadna hagyni területet, mert ugye ez a másik védekezési mód ilyen esetben, hogy egyáltalán nem engedjük azt, hogy a kapu elé kerüljön a labda. Na pont igen. Ezzel akartam, bocsánat Iván, folytatni, hogy nyilván kellenek a jó kiszolgálások, és hát Csivics, hát muszáj róla gondolom beszélned, mennyire örültél neki, a játékosok nagyon örültek neki, és gyönyörű volt tényleg az a beadás.
Igen, egyébként jó, hogy az benne volt a tévéközvetítésben, hogy mennyire örült az egész csapat Csivicsnek a gólpasszának. Jobban örültek, mint Varga Barnának a góljának. Azt már megszámolom. Mert hozzá vannak szokva. Igen, ez is igaz. Ez is igaz, de itt azért én Csivicsre kitérnék, mert én már nem tudom, 3 éves távlatban mondom, hogy nekem nagy kedvencem és nagyon szeretem. És minden egyes alkalommal így újra el kell mondani, hogy de szerintem a Csivics az egy jó futballista. És akkor még egyszer el kell mondani, hogy igen, tudom, hogy védekezésben voltak hibái, de hát kinek nincsenek, és akkor így kell ilyen körmondatokba elmondani, hogy de az Eldar Csivics jó. Közben minden egyes edzőnél, aki jött, játszott. Úgyhogy már eltemették, még visszahozzák. Eltemették, még egyszer megint visszahozzák. Megint az van, hogy egy fontos meccsen ő a balbek, és gólpasszt ad. Jelezném, hogy Eldar Csivics ez egy nagyon jó játékos, nemzetközi szintű balbek. Igen, védekezésben, mert ugye Ferencvárosról beszélünk, nem is tudom, Robertsonról van szó, aki minden egyes megmozdulásában világklasszis, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egy nemzetközi szinten teljesen rendben lévő balbekről van szó. De akkor aki... most azt mondod, Iván, hogy Magyarországon, hogyha bajnoki címért harcolsz, a magyar csapatok ellen jó. Amikor egy olyan nemzetközi szinten jobb akkor csapat ellen játszol, akkor már vigyáznod kell, és kell mert ott is voltak jó meccsei. Például én mondom, én egy nagyon sokszor emlegettem, hogy a Bajnokok Ligájában például a Csivics az kifejezetten jó fotballozott. Ha jól emlékszem, akkor Rebrov, most nem néztem utána, de a Rebrov az úgy játszotta, hogy egyszer Csivics, egyszer Heister, tehát az ellenfélhez viszonyította, és egy idő után nem lett Heister, hanem Csivics volt. És tehát csak azért mondom, hogy a környezet nagyon sokat számít, de hát nézd meg, Andis, hogy feldobom a labdát neked a következő témára, hogy mennyire sokat számít egy átigazolásnál az, hogy a környezetbe, milyen környezetbe rakod, mert egy átlag futballista, és nemzetközi szinten az Eldar Csivics az átlag, de nem átlag alatti, hanem átlag, nagyon sokat számít, hogy éppen milyen környezetben van, de hogy lezárjuk ezt a ferencvárosi témát, vagy Varga Barna témát, azt azért szeretném hozzátenni, hogy ez most már megint egy olyan taktikai húzás, ami a nagy öregeket idézi, Stankovics, és Bognár Gyuri is ezt csinálta egyébként, és ezért ő is zseniális, hogy ha van egy ilyen csatárod, akkor mindegy, hogy 4-1 ellen van, amint lehet, add be a labdát, és ez nagyon, nagyon fontos, és egyértelműen látszik a Fradinál, megjegyzem, hogy az Olympiakosznál valahogy nem volt sok beadás az Olympiakosz ellen. Hogyan? Olyan volt a meccsterv. Közel 1 milliárd forintért igazoltak a téli átigazolási időszakban egymástól játékosokat a klubok az NB1-ben, és hát az MTK korábbi sportigazgatója, jelenleg ugye az MTK Budapest klubmenedzsere Poyák Balázs segítségével a csakfoci.hu megvizsgálta, hogy miért alakult mindez így. De előtte azt ragadnám ki felütésnek ebből a cikkből, hogyha már engeditek, és Rudinak címezném, hogy ha mérleget kell vonni, az utóbbi pár évben 5 hazai átigazolást bonyolítottak a Fradinál, mondja Poyák. A magyar bajnokság transzfereihez mérte jelentősebb összegért. 4-ről az derült ki, hogy nem tudtak felnőni a Ferencváros jelenlegi szintjére. Az 5. Varga Barnabás, ezzel szemben a klub talán a legjobb és legfontosabb játékosa lett. Ilyen képviselő játékosok 10-20 millió euróért váltanak klubot a világban. Ha 5-ből, és itt jön a lényeg, egy igazolásod ennyire beválik, az igenis jó aránynak számít, még a nemzetközi trendek szerint is. Ezzel egyetértesz? Most itt próbáltam gyorsan összeszedni a neveket, miközben felolvastad, hogy kire gondolt Poyák Balázs. A Fradiba azért nagyon nehéz szerintem, mert eleve most már, ugye sokszor beszéltünk róla, 30 fő fölötti a keret. Eszméletlen erős játékosok vannak. Nyilván a Fradi azért vesz nemzetközi labdarúgót, mert Magyarországon nem talált olyan minőségű magyar labdarúgót. Amikor feltűnik valaki, mint mondjuk Barát, ugye a tavalyi szezonban, akkor nyilván megvásárolja őt, de viszont utána, ha jól emlékszem, ő is télen érkezett, utána elkezdődik a nemzetközi szereplés, ott kiesik 2 meccs után a Fradi, és megint ott vagy 30 játékos, hogy mindenkinek játék lehetőséget kell adni. Nyilván a Barátnak pedig folyamatos játék lehetőség kellett, de hát csak ő nem játszott a középpályán. Szóval például én benne is sokkal többet láttam, mint amennyi játék lehetőséget kapott. Szóval nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy ez a magyar játékosokon múlott, kizárólag, hogy esetleg a Fradiban most nem arról beszélünk, hogy 6-8 magyar játékos játszik, hanem az egész körítés, meg a kialakult helyzet az, hogy minden évben jön 10 külföldi, és ez fixen jött az elmúlt 5-6 évben, és velük kellene megvívni a harcot, és mellettük kellene folyamatos játék lehetőséget kapni. Viszont azért azt helyezzük egy picit tisztába, nyilván fogunk itt a témával kapcsolatban sok mindenről beszélni, hogy ez a
1 milliárd forint, amiről beszélt Polyák Balázs, ugye ez azt jelenti, hogy 2,5 millió euró. Ez a 2,5 millió euró, ha visszaosztjuk csapatokra, ez körülbelül 200-210 ezer euró. Most nem megbántva senkit, ennél egy Premier League játékos egy jobban sikerült hétvégén többet költ, szóval, hogy itt még azért mindig nem beszélhetünk olyan hatalmas volumenű összegekről, amiről érdemes lenne beszélni. És abban azért volt talán egy picit ellentmondás abban, amit mondott, hogy említette, hogy költött a Debrecen is például, költött a Kecskemét is, és költött egy-két csapat, viszont azt ki kell emelni, hogy ezek a csapatok, mert ugye most a téli átigazolási szezon nézték, de nyilván ezt szezonra kell nézni, vagy évre, ugye azt ki kell emelni, hogy például ezek a csapatok mind-mind abból költöttek, hogy sokkal több bevételük volt, mint amit utána visszafordítottak a játékosok vásárlására. És ugye erről már beszéltünk korábbi műsorban is, azért jelen pillanatban ott tartunk még, hogy ugye az MTK 120 ezer eurót, az Újpest 100 ezer eurót költött játékos vásárlásra. Ez a két csapat az, aki a Fradin kívül mínuszban van. Szóval, hogy egyetlen, de hát ez a 100 ezer euró sem tekinthető hatalmas költésnek nyilvánvalóan. Szóval a magyar csapatok nem tartanak még ott, hogy effektív mínuszba legyenek, effektív többet költsenek játékosokra, erősítsenek, mint amennyire eladnak. Mert nyilván, ha eladnak jó játékosokat sok pénzért, és azt forgatják vissza, akkor azért, nem, azért az esetek többségében azonnal nem fog erősödni a keretük, hanem vesznek valakit, akivel esetleg pótolni tudják a távozókat. Iván, egyébként neked szembetűnő volt, amit a cikk kiemel, hogy az eddiginél lényegesen, bátrabban és nagyobb számban szerződtetek egymástól labdarúgót az NBA-ben átigazolási díjért a klubok? Mert ezt emelik ki ugye csak foci. Hát nézd, én amikor ezekről a költésekről beszélgetünk, akkor én nekem mindig az jut eszembe, hogy az a fajta folyamat, ami egy átigazoláshoz kapcsolódik, hogy akkor most milyen pozícióra kell, milyen típusú labdarúgó, mennyi pénzünk van erre, és akkor ez alapján a sokdimenziós kérdés alapján megpróbált kiválasztani, hogy most mire érdemes költeni, vagy nem. Na most, amikor egymás után ilyen átigazolásokat tudsz véghez vinni, akkor az úgynevezett koncepció kialakul a végén. És az a nagy igazság, hogy lehetetlen egy elemzőnek, mert ugye mi nem látunk bele a klubházon belőle, egy elemzőnek, szakértőnek, amik mi vagyunk, vagy próbálunk lenni legalábbis, azok nem tudjuk kialakítani azt a fajta sémát, hogy akkor mi alapján igazolnak a magyar klubok játékost. Én legalábbis nekem ez a, tehát nem tudok azt mondani, hogy most ez sok vagy kevés, mert lehetne sokat is költeni, tehát a Ferencváros sokat költ, de legalább látom az eredményét, mert nemzetközi porondra mennek ki, meg ott is olyan játékosok jönnek, mint a Bufani. De hogy például a Debrecennél még nem tudjuk eldönteni, hogy az, amit ők itt most kitaláltak, az működni fog. A Kisvárdánál most el tudtuk dönteni, hogy ebbe az évbe nem éppen úgy sikerült az átigazolási politika, pedig ugye egészen másik Kisvárda volt ígérve nekünk, mint ami lett belőle. Szóval, hogy én a végeredményt el tudom dönteni a folyamatról, magáról, hogy miért mennyit költöttek, és hogy ez sok vagy kevés, az azért nem, mert nem tudom, hogy mi volt a koncepció, és hogyha volt-e egyáltalán koncepció. Én nem tudom, hogy ez válaszolta a kérdés, én fel akartam hívni arra a figyelmet, csak hogy nem igazán látom azt a folyamatot, és most már ezt tényleg 2 éve mondjuk ebbe a műsorba, vagy 3, hogy nem igazán látható az a fajta motívum, hogy miért lesz egy magyar csapat jobb egyik évről a másikra. Azért, mert éppen belekapnak egy jó igazolásba, vagy azért, mert tényleg volt egy koncepció, és az kialakult, és olyanná vált, amilyenné. Közben utána lehet, néztem, bocsánat. Bocsival, hogy szabadba válok. Lehet, hogy a Frodi, mivel már rendre igazolt pénzért a hazai piacra, azért azt gondolta a többi klub is, lásd mondjuk Debrecen, hogy jó, hát akkor mi is megpróbálkozunk ezzel, és ugye itt pont a Csakfoci összeszedte, hogy Szódovszki érkezett a Kecskeméttől ugye 500 ezer euróért, az ő információik szerint, aztán Kocsis Dominik ugye a Budapest Honvédtól állítólag 350 ezer euróért, tehát hogy igazándiból ez lehet a dolog mögött, hogy látjátok, hogy a Fradi mintáját követik ebben, hogy akkor ha már külföldi komoly játékos nem igazán tudnak, akkor próbálnak Magyarországról, nem, de tudottak?
Nem, mondok valamit, például, hogy a Jurin az MTK-ban való igazolása, az például egy jó üzlet volt, hogy a tényleg 120 ezer euró volt az ára. Tehát az például egy jó üzlet. Miért? Mert a Magyar NB1-ben, a Jurinát én szerintem tényleg már évek óta mondom, hogy kedvelem, az a Magyar NB1-ben a Dražić, Kodro, Pešić, Jurina típusú csatárok, ezek a robosztus, de ugyanakkor atletikus csatárok, ezek nagyon jó szezonokat tudnak futni. Tehát a Jurina megvétele, főleg úgy, hogy ugye német tisztel... Futás ugye kiesett a... Futás tökéletes, igen, futás tökéletes. Egyébként Novotny Soma is, amikor formában van, akkor ugyanebben a kategóriába sorolható, vagy ha csapata van, de a Marin Jurina az pont azért jó, mert ugye a német Krisztián se lesz fiatalabb már, tehát ezért egész egyszerűen fontos volt az MTK-nak. Tehát például ezt jó igazolásnak tartom. Grubel Zsombort miért tartom jó igazolásnak? A magyar futball egy olyan tehetsége, ami tényleg egyedi tehetségről beszélünk. És Puskás Akadémia, bár a történelemkönyvekben szerintem nem úgy fog bekerülni, hogy felépítette Grubel Zsombort, inkább mindenki Ferencváros játékosként fog rá emlékezni, hogyha két éven keresztül tud gólokat rúgni, majd külföldre igazol. Ugye senki nem emlékszik Gera Zoltánra, mint a Pécs felneveltjére, hanem mindenki ferencvárosi labdarúgóként emlékszik rá. Szóval, hogy Grubel Zsombor esetében megint csak miért jó igazolás a Fradinak? Mert egy fiatal magyar fiatal játékos elmegy, ugye, helyére kell valakit, és kit szereztek meg? Talán a legjobb fiatal magyar támadót. Tehát azért vannak olyan dolgok, amik viszont tetszenek, nem csak a Ferencvárosnál, mondjuk a Jurinával kapcsolatban az MTK-nál is. Viszont azt nem szabad elfelejteni, ugye, amit itt kikerültetek a Debrecennel kapcsolatosan, hogy persze, felsoroltad előbb, Andris, hogy kiket vásárolt a Debrecen, de azt ne felejtsük már el, hogy nyáron vált véglegessé, ugye, mert az első fél évben csak kölcsönbe volt Barát Péter, és nyáron vált véglegessé, vette a Fradi az opciót, eladta őt is különböző források szerint, ugye több mint 1 millió euróért. Eladták Babunskit a Grasshoppershez, eladták ugye Bévárdit. Szóval a Debrecen annyi bevételt generált már ebben a szezonban, hogy még így is, hogy bevásárolt például Suhodovsky Somát, vagy Kocsis Dominikot, még így is plusz 840 ezer eurót realizált, szóval bőségesen nagyon nagy pluszban zárt. Ezeket azért szerintem, amikor így nézel ilyen bevételkiadásokat és üzletpolitikát, játékos politikát, azért nem szabad elfelejteni. Ugye itt arról szól a cikk, hogy miért télen, mert hogy télen költöttek most sokat a csapatok, és ez valóban adja magát, hogy miért télen teszik ezt a csapatok. Ugye itt meg kell vizsgálni az okokat. Lehet azért, mert hogy a kiesés elkerülése nem szerepeltél olyan jól, erősíteni kell. Vagy éppen az, hogy jól szerepeltél, ott van a nemzetközi poronnak a lehetősége, lásd Debrecen, van is bevételed, akkor nyilván megpróbálod tovább erősíteni a csapatot. Ez egy jó lehetőséget kínál olyan játékosnak is, mint Suhodovsky, mert hogy esetlegesen a Debrecenben nemzetközi porondon szerepel be jövőre, ha oda jut a Debrecen, még értékesebb játékosá válhat. Nagyon fontos szempont, ha már Grubert említetted, Iván, az, hogy valakinek lejár nyáron a szerződése. Ezért nyilvánvalóan még valaki szeretne belőle egy kis pénzt látni, valakinek meg megér annyit, hogy ebben a fél évben, jelen esetben a Fradi ugye már őt erősítse. Ugyanez volt a helyzet Kodrónál is, ugyanez volt a helyzet Gruberrel is. Nem akarták úgy elengedni Grubert a Puskástól, bár ugye ő fiatal, ott azért van nevelési költség számítás is, és térítés is, hogy nem kap érte pénzt a Puskás Akadémia. És még egy, ami megdobja nyilván a téli igazolásokat, és ezt nem szabad elfelejteni, az, hogy a Fradi mindig télen igazol nagyobbat. Mert ők már szeretnének úgy elkezdeni egy nyarat, hogy a selejtezőkre, és sajnos ugye nem sikerült nyerni az Olympiakos ellen, így újabb selejtezőkörök várnak a Fradira, hogy ezekre a selejtezőkre ők már egy kész csapattal egy felkészülést követően tudjanak nekifutni, nem még ott a selejtezők alatt kelljen nézelődni, akkor új játékosokat hozni és próbálni beilleszteni a csapatba. Na bocs, Rudi, akkor ez lehet a minta? Erre voltam kíváncsi, akkor ezt nem tudtam igazán jól megfogalmazni, de pont most beletaláltál, hogy ebben lehet a Ferencváros minta, hogy akkor ebben a fél évben mondjuk a Grubert, ha nem is a Fradinál, de az Alegerszegen azért elég szépen építi Márton Gábor, valljuk őszintén, különbséget jelent, ha játszik. Suhodovsky is már ugye a Debrecenben el tud tölteni fél évet, nyár előtt még, tehát hogy igazából akkor ezt másolják, és jól teszik?
Hát nyilván azért náluk koncepció, hogy ezek a csapatok azért szeretnének Debrecen is, szerintem minél több, minden csapat szeretne valahol minél több magyar játékost látni, viszont nincsen olyan sok minőségű, jó minőségű magyar labdarúgó, akik szerintem azt a célt, hogy nemzetközi szinten is sikeres legyél egy-két év múlva, azt aránylag jó százalékkal tudják hozni. És ami még nagyon fontos, hogy az egész magyar piacnak a költése, az nyilván, ahogy itt említettük is, függ attól, hogy a Fradi mennyit költ, és függhetne attól is nyilvánvalóan, hogy ha a piaci alapokon működne ez az egész, hogy az egy-egy tulajdonos éppen mennyit áldoz a saját vagyonából arra, hogy játékosokat vásároljon. Amíg ez nincsen, addig nyilván ezt a piaci mechanizmust, ezt elég nehéz ráerőltetni az egész rendszerre. Ugye volt még egy számomra érdekes momentum, ugye azt mondta Polyák Balázs, hogy a játékosok nemzetközileg is, és magyar szinten is ugye plusz-minusz megállja a helyét, hogy a játékosok 10%-áért fizetnek átigazolási díjat. Ugye a magyar bajnokságban ebben a szezonban 253 játékos váltott klubot érkezett külföldről vagy országhatáron belül, 18-ért fizettek, a 18 játékosból 9-ért a Ferencváros fizetett. Szóval ez is azért egy nagyon érdekes arány. Ugye ez a 18 játékos, ez 7%-ot jelent, szóval mondhatjuk azt, hogy azért elmaradunk a nemzetközi tendenciától. Ez mutathatja azt is, hogy nincs is meg azért a vásárló ereje olyan mértékben a magyar piacnak a Fradin kívül. És még egy nagyon-nagyon fontos, amit érdemes kiemelni, hogy a külföldi bajnokságok transferegyenlegei, azok egytől egyig mindenhol nagyon nagy pluszokat mutatnak. Ugye a magyar bajnokság még mindig ott tart, hogy mínuszos. Minden évben mínuszos. Amihez nyilván hozzájárul a Fradinak is a több költése, mint bevétele, és hogy valahogy ide kellene azért eljutni, és itt megint piaci alapokról beszélünk, hogy hogyan tudunk eljutni odáig, hogy mi azért szerepelünk nemzetközi szinten, azért igazolunk akármennyi külföldit, akár a Fradiba is, különböző szintekre, akár a többi csapatba is, hogy jó eredménnyel szerepeljünk nemzetközi porondon, és megint nagy összegért tudjunk értékesíteni, és hogy egy picit ugye próbáljunk erről az oldalról is bevételt generálni a magyar labdarúgásnak. Mert ugye említi Polyák Balázs azt is, hogy ugye a klubok és az MLS közös célja az, hogy most már az angol és a német bajnokságban történjenek ezek az igazolások, ne például Lengyelországba vagy Ciprusra. És hogy szóba került ugye Hemingway úr is annak idején még, hogy ő is rájött arra, hogy felesleges transferdíjakat fizetni, hiszen tud hozni úgy játékosokat, kisebb kockázattal, akikért nem kell fizetni, és arányaiban ugyanannyiból találja meg azokat, akikből tud majd a későbbiekben nemzetközi transferek árán esetleg pénzt látni. Csak ugye azt nem említi ez a cikk, hogy ez így igaz, mint csak Hemingway is üzletember volt, és Hemingway annak idején nagy részben ugye a saját pénzét kockáztatta, nyilván neki azért erről az oldalról kellett megközelíteni. És ha már itt tartunk, hiszen említette Polyák Balázs, hogy például ugye Miovszkinak sem feltétlen tükrözi a 2 milliós ára jelen pillanatban valós értékét, és hogy a Transfermarkt az mutathat torzulásokat, de szerintem ugyanaz, mint a keretek értékén, hogy persze mutathat torzulásokat, de úgy nagy arányaiban ez fedi a valóságot, és hogy amit viszont fontos szerintem tisztázni egy ilyen témánál, hogy miből áll tulajdonképpen egy játékosnak az ára. Jelen pillanatban azt mondják, hogy a Napoli játékosa, a Kvaratskhelia 150 millió euró. Kvaratskhelia 150 millió eurót ért, vagy netalán a másik oldalról Holland 60 milliót ért, amikor a Manchester City leigazolta. Szóval, hogy ezek a befolyásoló tényezők nagyon fontosak egy transfernél, hogy mik ezek. Ugye nyilván a játékos tudása, az teljesen egyértelmű, az eredményei, milyen eredményei voltak eddig a labdarúgásban, a sérülések, milyen sérülései voltak gyerekkorban, korábban, örökletes dolgok, szülőknél esetleg ezek a sérülések, betegségek, nagyon fontos a szerződés, előbb beszéltünk Kodróról, milyen hosszú szerződése van valakinek, nyilván ezt a transfer már nem minden esetben tudja, ezt azért nagyon nehéz megmondani, hogy kinek milyen hosszúságú szerződés van, az még inkább, mint Hollandnál, hogy milyen kritériumok vannak benne, hogy van-e benne kivásárlási ár, mennyire lehet eladni,
és eszméletlen fontos most már a modern labdarúgásban az egyéb jogok, hogy egy játékos például milyen követői bázisra rendelkez, milyen piacokat mozgat meg a transfere, mennyi embert fognak elérni a különböző reklámcuccokkal, merchandisinggal, hogyha szeretnének esetleg majd értékesíteni mezeket, vagy bármit, vagy marketingjogok, kereskedelmi jogok. Szóval itt rengeteg befolyásoló tényező van egy-egy játékos árának a meghatározásánál. És ez azért fontos kiemelni, mert hogyha innen lenne megközelítve, nyilván Magyarországon is, akkor valószínűleg sokkal könnyebb lenne piaci alapokra terelni az egészet. Azt állítja Polyák Balázs, hogy a transzferek esetén megjelent árak nagy százaléka nem fedi a valóságot, és azt mondja, hogy a TMM megjelent összeg jelentős része olyan szinten nem fedi a valóságot, hogy akár két-háromszoros eltérések is vannak a valóság és a leírt számok között, valamint a számok egy részét algoritmusok készítik, szóval hogy azt mondja, hogy ne legyen senki naív. Tehát, hogy akkor miből lehet kiindulni, vagy hogy lehet kiindulni egy-egy játékos értékében? Téged ez egyébként nekünk zavar, hogy ez nem tiszta? Nem, nekem nem zavar, és egyébként Polyák Balázsnak természetesen igaza van. Hát ő az, aki benne van. Én is nagyon jól tudom, hogy a különböző hát ezért mondtam el az előbb, hogy miből áll egy ár. Pontosan, hát azért meg. Persze, meg hát a másik, ez a Mioszki, ez a tökéletes példa a Mioszki, hogy honnan tudjuk, hogy mennyiben maradnak benne. Mennyi százalékkal maradt benne az MTK a Mioszkiba. Tehát, hogy nem véletlenül mondja Polyák Balázs a Mioszkit, nem véletlenül hozza fel, nyilvánvalóan arról van szó, hogy az MTK benne maradt a Mioszkiba, és hogy a 10 millió eurói megy el, és mondjuk 20%-ba benne maradt, akkor azt kiszámolhatja a kedves néző, nem nehéz kiszámolni, az 2 millió eurót jelentene az MTK-ra. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része. Hiszem, hogy a csakfoci.hu-n ezt elmondja, attól majd többet fognak érte fizetni? Nem, csak hogy biztos egy pozitív példaként jutott eszébe, hogy az átigazolás, tehát én legalábbis úgy értelmeztem ezt, aztán Polyák Balázs elmondhatja, hogy hülyeséget beszélek, hanem de, tehát hogy én úgy értelmeztem ezt. Pozitív példaként, amit ő csinál. Igen, pontosan, hát de azért pozitív példa, mert nem csak úgy lehet bevételeket generálni, ami a Transfermarkt egyébként nem fogja megmutatni, hogy 2 évvel később 2 millió eurót még kaptunk a Mioszkiért. Tehát ezt nem fogja még egyszer oda abba a rublikába betenni, hogy mi az ki. De ezek pontosan, jó sztorik? Végre vannak ilyen ezek sztorik. Nagyon jó sztorik, és tehát mondok valamit például, az Egyesült Államokban a nevelési költség nem létezik például. És ez egy hatalmas nagy biznisz az MLS-nek, a Major League Soccer-nek. Ugyanakkor én két olyan klubnál is dolgoztam, ahol profi játékosokat termelünk ki, viszont nem kapunk érte nevelési költséget, amikor bemutatkoznak, vagy profi szerződést kapnak egy másik csapatnál. Most előfordult velünk nem is olyan régen. Na most akkor, mivel ez nem mutatkozik meg a Transfermarkton, nem tudod úgy nagyon értékelni senkinek meg semminek a munkáját, mert nem tudod a valós igazságot, csak azt akarom ezzel mondani, hogy Polyák Balázsnak abból a szempontból van igaza, hogy innen a fotelből ülve én nekem kevés fogalmam van arról, hogy tényleg egy Bévárdi Zsombor például miért került mert ez egy példa, keveset beszéltünk róla, Bévárdi igazolás, senki nem érti, tehát én például nem értem, fogalmam nincs, hogy minek igazolt egyik csapatban a másikban, aztán szerződés hosszabbítás nem ment bele, van egy olyan része is, ami ugye, amit nem nyilvánosság előtt beszélnek meg, hogy azért van ott egy olyan része, hogy Bévárdi az Puskás nevelés, tehát hogy vannak itt témák, amiket mi innen fogalmunk nincsen. És hát erre utazott hogy ez az amerikai történet, ez a kifele lévő transferekre is igaz? Ha mondjuk azt felvetjük, hogy El Pasóból valaki eligazol a Real Madridhoz, nyilvánvalóan ott már nemzetközi szabályozás igaz rá fiatalként, akkor ott gondolom én kell fizetni. Ott kellene, igen. Csak nyilván ugye ezért hozta meg a FIFA azt a szabályt, hogy 18 év alatt, Európán belül 16 év alatt, de amúgy 18 év alatt nem. Tehát ezért a Real Madrid a 16 éves elpászolói gyereket hivatalosan nem fogja leigazolni. És ezért ez az egész, ez ilyen... majd megvárja, hogy 18 legyen, és akkor utána lehet, hogy úgy csinál, mint hogyha, tehát vannak itt dolgok. Ha életvitelszerűen oda költözik, akkor azért vannak is kapuk. Hát vannak, bizony van. Még ma este is érdemes velünk maradni, hiszen lesz Sipszó után, kedden és szerdán a BL mérkőzés követően, aztán pedig kézilabda Sipszó után csütörtök este, szombaton és vasárnap is, úgyhogy rendkívül sok tartalommal várunk titeket, egy hét múlva pedig ismét piros-fehér-zöld, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!